éjfél után, szívből kívánok tengernyi jót, és annyit sopár, legyen száz ilyen évforduló, ne hívjunk vendégeket, jobb, ha csendes, aki önnevű. Hullatni így is lehet, és vajon, ha csak ketten leszünk. A Visszaszágai Magyar Egyletnek a székházába, hogy úgy mondjam, a klub helyiségében vagyunk, és nagy szeretettel köszöntöm a jelenlegi alapító tagokat is, és a jelenlegi vezetőségben lévő hölgyeket, és a volt elnök urat, Mihályt, és szeretnék egy-két kérdést föltenni ennek a klubnak az életéről, és betekintést adni az olvasóknak, illetve a nézőinknek is, hogy mi is hogyan zajlik ebben nagyon is jó hírű kis magyar egyletben. Kedves Utka, ez az inkább úgy indítanám, hogy kedves Cserté Utka, szeretném megérdeklődni, hogy mióta vesz részt ebbe a Magyar Egyletnek az életébe és a szervezésébe. Hát körülbelül 1995 óta vagyok tag. És azóta többször voltam igazgatósági tag, voltam pénztáros, titkár, most public relations, és ez idő alatt mindig, akármit szerveztünk, én mindig aktív szervező voltam. Nagyon szép, és gondolom, mert az eredmények mutatják, hogy az a belefektetett idő, energia és önzetlenség, ugye mindig a jövőben mutatkozik meg, úgy, mint most is, és látjuk azt a gyönyörű magyar életet, amit van. A másik, hogy az embereknek a viszonya és a kötődése ehhez a klubhoz milyen? Hogy nyilvánul meg, ezzel mindig inkább a jobb kérdés, hogy hogyan nyilvánul meg a kötődésük? Mit adnak, vagy mit hoznak, mivel segítenek, ha kell persze. Van egy olyan, hogy ha valaki közülünk beteg, akkor telefonálunk, látogatjuk, tartjuk vele a kapcsolatot. Még akkor is, hogyha már nem tag, mert az egészségügyi állapota nem engedi meg, hogy tovább tag legyen, ettől függetlenül megpróbáljuk tartani velük a kapcsolatot. Elvégre egy magyar társ, hogy úgy vegyük egy szomszéd, mert hiába lakik 10 utcával arra, mégiscsak Mississaugában lakik, vagy mégiscsak Oklahomában lakik. Ezen kívül odafigyelünk egymásra, nagyon sok barátság alakult ki ebből a klubból. Először is úgy kezdődött, hogy a magyar iskolás gyerekeknek, a szüleinek a barátságából indult, aztán azzá vált, hogy az új tagok bejöttek, és akkor azok kötöztek szoros barátságot, úgyhogy összejáró viszonyban vagyunk, és mindenkinek a születésnapját megünnepeljük, ilyen módon. Az előbb említette, hogy ha valaki esetleg beteg és nem tud tovább eljönni, ez hogy jön össze azzal, hogy megszűnik a tagsága, vagy pedig valahogy valamilyen másféleképpen hát csak kötődik a... Ez egy teljesen lényegtelen, hogy a tagsága, mint olyan, hogy befizeti a tagsági díjat, vagy nem fizeti be. Ilyen módon lehet, hogy megszűnik a tagsága, mert nem aktív tag, de a kapcsolat nem szűnik meg. Na igen. Nagyon sokszor elmentünk a temetésekre, és elég sokan elhagytak közülünk, és ott mi mindig csapatostól ott vagyunk, és elbúcsúztatjuk, és ott állunk a sír mellett. Sokszor mondom én azt, hogy ez a klub arra is jó, hogy azt a magyart valaki elkíséri a sírjához. Mert sajnos volt egy olyan eset, hogy ha mi nem vagyunk ott, akkor csak négyen állnak a sírjánál. Hát ember az embertelenségben, hogyha most így válaszoljak erre a témára. Az, hogy mondjuk valaki a vezetőségben van, tudom, én is vezetőségi tag vagyok, voltam, gondolom még leszek is, nagyon sok feladattal jár. Itt, ebben a klubban mivel jár mondjuk egy szervezetnek mondjuk a szervezése, a klubon belüli mondjuk életnek a folytatólagos megszervezése,
gondolom, hogy nem gyermekjáték, hanem szintén önök rettentő sok energiát fektetnek vele. Tudná esetleg mondani egy ilyen példát, hogy például itt van a ma esti születi mulatság. Igazgatóságon belül feloszlódott a munka. Minden igazgatósági tag kapott egy feladatot. Az a személy aztán keresett magának megfelelő segítséget a tagok közül. Mire mindenki megtalálta a segítséget, addig be lett volna az egész tagság. Úgyhogy itt ma reggel már annyian voltunk díszíteni reggel 9 órakor, hogy haza kellett küldeni az embereket, mert ütöttük el egymást. És aztán reggel 9-kor már itt voltunk, 12-ig díszítettünk, hazamentünk, gyorsan átöltöztünk, 5:30-kor már itt voltunk, raktuk a süteményeket, intéztük a dolgokat. Ez a fizikai munka, a fizikai oldala. Aztán a szellemi oldala az, hogy mindenkinek megvan a saját elképzelése, mindenki a legjobbat akarja, ugyanakkor közös nevezőre kell hozni az elképzeléseket. Úgyhogy ez is egy kis munkába telik, hogy először is között nevezőre hozzuk, és akkor azon a vonalon megyünk tovább, hogy na akkor így legyen, így akarjuk, és akkor úgy csináljuk tovább. Kicsit van a világ, amikor átölel, legyen hosszú az ég, soha nem múljon el, titkodni nem akarom, mert nagyon kell, itt van is csak az enyém, soha nem rejtem el, vár rám egy csoda világ.